Törvénysértő kapitányból lett a bevándorlás pártiak hősnője. Károly a Rakete még júniusban az olasz hatóságok tiltása ellenére több mint 50 migránssal a fedélzetén kötött ki az olaszországi Lampedusán a Sea-Watch 3 nevű hajóval. A kikötési manőverezés közben majdnem nekihajtott az olasz pénzügyőrség katonai hajójának. Károly a Raketét őrizetbe vették, vizsgálat indult ellene, de végül elengedték. Milyen következményei lehetnek hosszabb távon egy ilyen magánakciónak? Erről is szó lesz a következő percekben. Ismét Titanilláé a szó. Póca István, az Alapjogokért Központ vezető elemzője vendégem. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ugye Károly a Raketéről azt kell tudni, hogy gyakorlatilag erőszakkal kötött ő ki Lampedusa szigetén. Egy csoport szerint bűnöző, mások szerint hős. Micsoda? Politikai aktivista, és hogyha egy picit kitágítjuk a képet, akkor azt láthatjuk, hogy tulajdonképpen itt egy nagyon komoly politikai, stratégiai küzdelem folyik a háttérben, méghozzá a következő Európai Uniós ciklusért, és a következő Európai Uniós ciklusnak a kiinduló pontjáért. Méghozzá azért, mert ugye egyrésztről látjuk azokat a politikai aktivistákat, mint ugye ez a hölgy, vagy mások, akik folyamatosan az elmúlt időszakban arra törekedtek, hogy minél több migránssal tudjanak Olaszországba érkezni. És ugye annak az egésznek van ugye két, ugye van egy mondhatjuk azt, hogy objektív oka is, ez pedig az időjárás. Ugye nyár van, többé-kevésbé jó az idő, meleg a tenger, nyugodt a tenger, egyszerűbb elindulni, kisebb a kockázata annak, hogyha elindulnak, akkor nem érnek célt, tehát tulajdonképpen kisebb a kockázata az emberveszteségnek. És ahogy mondtam, ez egy aktivizmus, és gyakorlatilag egy politikai stratégia, amit most látunk, ez pedig arról szól, hogy a következő Európai Bizottságnak és az Európai Vezetésnek a felállása egy olyan nulladik pontot, egy olyan szituációt teremteni meg, ami arról szól, hogy a migráció már pedig egy velünk élő dolog, mindennapos dolog, megszokott dolog, és alapnak kell tekintenünk azt, hogy migránsok nagy tömegben folyamatosan érkeznek Európába. És ugye ezzel szemben van egy versenyfutás, ez pedig az olasz hatóságok, és ugye a Szálvin és hallgattam az előző beszélgetést, nagyon tetszett, és ugye ott velük kapcsolatban érdemes azt elmondani, hogy ők pedig azt próbálják meg bebizonyítani, hogy igenis meg lehet a tengeri határokat és védeni, igenis meg lehet állítani a migrációt, és ők pedig azért küzdenek, hogy a következő európai vezetés, a következő 5 éves ciklus úgy induljon el egy olyan nulladik pontról, amikor az a kiinduló pontja a gondolkodásnak, a politikai gondolkodásnak is, hogy már pedig a migráció egy megállítható dolog, már pedig a migráció egy olyan dolog, ami nem mondhatjuk róla azt, hogy a hétköznapjainkban egy állandó szereplő és állandóan velünk él, hanem igenis lehet ebben a kérdésben előrelépéseket tenni. Ez a kettő dolog folyik. Az igazán szomorú az, hogy látjuk ezt a nagyon erős politikai aktivizmust és megerősödött tevékenységet. Most ezt a hölgyet meg akarják hívni Brüsszelbe? Tehát többen azért lobbiznak, hogy szeptemberben hallgassa meg őt az Európai Parlament. Miközben ő egy fiatal német hölgy, aki egy vagyonos családból származik, és valamilyen indítatásból vezérelve ő eldöntötte, hogy ezt fogja művelni, tehát hogy embereket hoz partra Európába, Líbiába. Tulajdonképpen elől egy hőst próbálnak meg kreálni. Igen, egyfajta ilyen brandet. Igen, ráadásul nyilván ez a brand és ez a hős magatartás csak a migráció párti, migráció barát oldalon működik, de hát ugye az Nyugat-Európában meglehetősen széleskörű támogatottságot élvez, főleg ugye a mainstream médiában és a politikában, tehát ő ott nagyot tud ezzel a próbálkozásával futni. Viszont érdekes, hogyha megnézzük azt, hogy mégis hány hajóról van szó, és hány NGO-ról van szó, akkor azt láthatjuk, hogy hiába szaporodott meg jelentős mértékben a száma ezeknek az akcióknak, mégis néhány hajóról beszélünk, néhány NGO-nak a hajóráról, néhány NGO-ról beszélünk, tehát innen lehet látni azt, hogy valójában ők tényleg most eldöntötték, hogy megpróbálják áttörni az olasz blokkádot, az olasz hatóságoknak gyakorlatilag a tevékenységét, és ugye ez elmondtam, hogy mi a fő stratégia, de van egy másodlagos stratégia, Olaszországról tudjuk azt, hogy szigorított több tekintetben is a migrációs politikáján, és ugye ez arról is szól, hogy bebizonyítani azt, hogy az olasz hatóságok nem tudják uralni a helyzetet, nem tudják a saját szabályokat betartatni. Most, ha nagyon erőset akarok mondani, akkor közvetett mondani, ez arról is szól, hogy azért bizonyos szempontból aláássák az olasz demokráciát, hiszen ugye ez gyakorlatilag a választókban a bizalmat, a kormány irányába, illetve az egész kormánynak a működésébe vetett bizalmat, és ugye általánosságban a képet, és a kormány működését próbálják meg, a kormányzatnak a működését próbálják meg aláásni az ilyen típusú akciókkal, hogy azt akarják bizonygatni, hogy nem képesek a saját szabályokat betartatni. Olyan véleményt is hallottam, hogy ugye az olasz tiltásoknak gyakorlatilag
már ilyen divat lett ellenszegülni, tehát hogy minél szigorúbbak az olasz szabályok, annál nagyobb diadalt jelent mondjuk az ezzel szembe helyezkedő embereknek az, hogy igenis ők már pedig megpróbálnak kikötni, pedig tilos. Hát ugye ebből látszik az, hogy itt egy teljesen egy alternatív valóságképzés van, tehát ugye itt egy, van ugye egy valóság, ami a teljes valóság, mondjuk az olasz valóság, amiben az olasz kormány határozza meg a szabályokat, és ezzel szemben épül egy alternatív valóság, ami azt mondja, hogy bizonyos szabályokat figyelmen kívül lehet hagyni, de hát hogyha belegondolunk ebbe, azért ennek messze menő következményei és következtései lehetnek egy egyszerű választópolgár szempontjából is, méghozzá azért, mert hogyha azt látják, akár Olaszország, vagy akár más országoknak a polgárai, hogy ilyen könnyen figyelmen kívül lehet hagyni egy ilyen fontos Európai Uniós országnak a szabályait, akkor azért messze menő folyamatok indulhatnak el, mert akkor azt mondják, hogy akkor nem csak ezen a téren, akkor más téren, és akkor beindul az, hogy valami nem szimpatikus, akkor azt figyelmen kívül lehet hagyni. És még egy dolgot hagyd mondjak, ez pedig az, hogy a legszomorúbb az egészben az, hogy ezt emberekkel, ember életekkel játszik, tehát ezt az aktivizmust, ezt a politikai stratégiát embereket használnak fel arra, a szerencsétlen embereket, hogy átvigyék az akaratukat. Póca Istennek nagyon köszönjük. Köszönöm szépen.